Sziasztok, kis Virág vagyok, és van egy remek hírem, mert hogy innentől kezdve hozok majd nektek rengeteg egészséges és szuperfit receptet, úgyhogy akkor lássuk is, hogy mi az első. Az első recept az nem más lesz, mint egy egészséges banánkenyér, és ehhez az egyik legfontosabb alapanyag, az itt is van mellettem, de természetesen nem csak fehérje kell majd hozzá, hanem például zabliszt, de akkor kezdjünk is hozzá, és lássuk a folyamatokat. A banánkenyérnek az elkészítéséhez érdemes 2 edényt kiválasztani, egy kisebbet és egy nagyobbat. Készíts elő még egy turmixot, természetesen kell hozzá banán. Itt érdemes, hogyha a banán egy kicsit érettebb, tehát hogyha otthon van már megbarnult banánotok, akkor azt is nyugodtan használhatjátok. Fogunk még beletenni almát, tojást, magokkal fogjuk a végén megszórni, hogy legyen benne valami roppanós. Én most zablisztet fogok használni, de hogyha teljes körlésű lisztet van otthon, akkor azzal is tökéletesen fog működni. Hogyha banánkenyér, akkor jöhet bele egy kis fahéj, és utána megmutatom majd nektek, hogy hogyan kell beletenni úgy tepsibe, hogy semmiféleképpen ne ragadjon bele. Na de akkor lássunk hozzá. Itt van a 3 banánunk, semmi más dolgunk nincsen, mint gyorsan megtisztítom, és mehet is a turmixba. Ehhez előre kimértem már 60 ml mandula tejet, de hogyha a kókusztejet szereted, vagy a zabtejet, azzal is működni fog, mehet a turmixba. Most csak a fehérje fog majd kelleni, úgyhogy jöhet egyből a tojásfehérje a turmixunkba, sárgája pedig külön. Banánkenyeret rengeteg féleképpen lehet egyébként készíteni, ez most egy olyan verzió, ami egyébként villámgyorsan fog elkészülni. Benne van a banánunk, benne van a mandulatej, benne van a tojás, az almát én nem fogom beletenni, hanem külön fogjuk majd lereszelni, és most turmixolunk. Ezzel is készült, egy kicsit félrerakom, és fogok egy nagyobb tálat, mert ebbe fogom beletenni a száraz alapanyagokat. Jöhet az zabliszt, 3 teáskanálnyi fahéj. Én szeretem, hogyha jó fahéjas. Ha valaki kevésbé szereti a fahéjat, akkor nyugodtan hagyja el. Sütőpor. Nyugodtan egy zacskóval szórhatunk is bele, és az elmaradhatatlan fehérje. Én most Isové Zero-t fogok használni. Lényegében olyan ízt választasz, amilyet csak szeretnél, hogyha akarod, legyen banános, hogyha akarod, legyen csokis, lehet karamellás is, de én most a vaníliás fogom használni. 3 adagoló kanálnyit kell beletenni. Így a banánkenyerünk egyébként nem csak alacsony lesz szénhidrát tartalmban, hanem magas lesz a fehérje tartalma is, és utána még egy kis egészséges mag is fog belekerülni, plusz ne feledkezzünk el az almáról. Fogom a kanalamat, hogy ne pazaroljak azt, amelyikkel a fahéjat kimértem, ezt összekeverem egy kicsit, utána pedig meghámozom az almát, jöhet a reszelőnk, ezen a nagyobb lyukon fogom lereszelni az almát, de ha van otthon végyalud, akkor azzal is szuper jól tud működni. Félretoljuk, és most nincs más dolgunk, mint hogy ezzel a spatulával össze fogom keverni a száraz és a nedves alapanyagokat, úgyhogy jöhet az összeturmixolt banános tojásfehérje és pép. Beleöntjük. Utolsó cseppig. Ehhez hozzáadjuk a reszelt almánkat. Szuper. És szépen összeforgatom. Közben 175 fokra előmelegítjük a sütőt, mert ezek után nincs más dolgunk, mint összeaprítani a magvakat, beletenni a formába, és mát is a sütőbe.
Én most diót és mandulát készítettem ide, de lehet akár török mogyoró vagy cashew dió, amit csak szeretnétek. Körülbelül 2 maroknyi. Fogom, lehetne aprítóval is csinálni, de nyugodtan egy nagyobb késsel, csak törd össze ilyen rusztikus darabokra, és ezt fogjuk majd beleszórni a tésztába. Fogom, jöhet is bele, összekeverem. Hogyha valakinek van szilikon formája, akkor azt természetesen nem kell kivajazni, hiszen abból könnyedén ki fog majd jönni a süteményünk a végén. Nekem nem szilikon formám van, hanem egy ilyen tepsim, úgyhogy ezt ki fogom most vajazni, pontosan azért, mert szeretném, hogy a banánkenyér az könnyen kijöjjön majd belőle, és hogy semmiféleképpen ne ragadjon le. Úgyhogy ehhez megfogom, nem kell aggódni, mert a sütink azért ettől még nem lesz margarinos, nem lesz vajas, de egy kicsit rásegítünk, hogy mégse ragadjon le, és könnyedén majd ki tudjuk szedni, és tudjuk majd tálalni. Úgyhogy fogom, körbe vajazom, körbe kenem, egészen itt a sarkokat is, és fel a tepsinek a pereméig fogom felvajazni, és ezek után hagyok ugye egy kis zablisztet, mert bele fogom szórni keveset, pontosan azért, hogy amikor eloszlatom és beleteszem a tésztát, akkor a végén gyönyörűen majd ki tudjuk belőle szedni. Az előmelegített 175 fokos sütőbe be fogjuk tenni a banánkenyerünket körülbelül 30 percre. Érdemes figyelni már egy ilyen 20 perc után, hiszen hamarabb meg tudja kapni a tetejét, már csak a fehérje miatt is, ami ugye belekerült a tésztába, úgyhogy ha úgy látjuk, hogy sokkal gyorsabban sül, akkor én lejjebb szoktam venni a hőfokot, és úgy is tökéletes lesz a végén, de egy 30 percet mindenféleképpen hagyjuk a sütőben. Beleöntjük. És utána eloszlatom benne. Így néz ki a kenyerünk, teszem is a sütőbe. 30 perc után most megnézem, hogy hogy néz ki a banánkenyerünk. És most érdemes várni majd egy kis időt, amíg kihűl, hogy ki tudjuk majd szedni a formából. Miután kihűlt a banánkenyerünk, óvatosan csak megfordítom, és ilyen gyönyörűen ki lehet majd emelni, és ezután nincs más dolgunk, mint felszeletelni és tálalni. Még mielőtt elkezdem szeletelni, szeretném majd a végén megszórni a maradék mandulával és dióval. Rusztikusabb darabokra összevágom, és ezt pedig a tányéra fogom még szórni. Jó. Jöhet a banánkenyér. Lássuk. Ami vaníliás izovézéróval készült. Körülbelül ilyen újnyi szeletekre fogom vágni. El is készült az egészséges, izovézéróval gazdagított banánkenyerünk. Hogyha szeretnétek majd hasonló egészséges recepteket, akkor kövessétek a Biotekusának a YouTube csatornáját, mert hamarosan hozom a következőket. Addig is, sziasztok! Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.